Köszöntöm nézőinket, önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Csobán Katics Bernadett vagyok, főbb témáink néhány mondatban. 50%-kal emelkedett a tűzifa ára, a kormány szerint is az alternatív fűtés lesz a megoldás. Határvadász toborzás, az országos roma önkormányzat is csatlakozik az akcióhoz. Balesetek Tolna megye útjain, két ütközés is halállal végződött. Tűzkakas strandfoci bajnokság, 25. alkalommal csaptak össze Tolna megye tűzoltói. A 2021-es évhez képest közel 50%-kal drágult idén a tűzifa ára, és még csak augusztus van. A gázár emelkedés miatt a lakosság is nagyobb mennyiséget halmoz fel a fából. Mindenki az alternatív fűtési módokra törekszik. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter is úgy fogalmazott, idézem, valóban a gáztól menekülni érdemes. Zajlik a fakitermelés Tolna megyében. Szükség is van rá, hiszen az elmúlt hetekben jelentősen megemelkedett a tüzelő iránti kereslet. Ennek egyik oka a fennálló energiaválság. Gulyás Gergely a legutóbbi kormányinfón úgy nyilatkozott, érdemes az alternatív fűtési módok irányába lépni. Valóban a gáztól menekülni érdemes, és alternatívákat kell találni. Van, ami gyorsabb, van, ami lassabb, sajnos olyan is van, ami hónapokig vagy akár évekig tarthat, de miután a jelenlegi helyzetben sincsen semmi biztató a háború idő határával kapcsolatosan, ezért minden eszközt meg kell vizsgálni. A kormány szeretné újra beindítani a barnakőszén termelést Magyarországon, de az egyik legkézenfekvőbb alternatív megoldás a fatüzelés. Éppen ezért a fakitermelés növelésére utasították az erdőgazdaságokat. Janács Gergely, a Gemen ZRT bátaszéki erdészetének vezetője elmondta, az éves fakitermelés 60%-át tavasszal végzik el. Idén a megnövekedett kereslet miatt az őszi időszakban is a tavaszi időszaknak megfelelő mennyiségnek az értékesítésére készülünk, és még egyéb alternatív lehetőségekkel, lágyfafajokkal is készülünk arra, hogyha még nagyobb tűzifa vásárlási igény lesz. A tűzifa árát a többi energiahordozó vételára befolyásolja a legnagyobb mértékben. Idén ez közel 50%-os áremelkedést jelent a tavalyihoz képest. Csütörtöktől szombat éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A két szervezet felhívja az emberek figyelmét, hogy a magas hőmérséklet károsan befolyásolja egészségi állapotunkat. Kiemelten veszélyes a hőség az idősekre, a gyermekekre és a fizikai munkát végzőkre. Az idősek körében a magas hőmérséklet szív- és érrendszeri panaszokat okozhat, melyek észlelésekor haladéktalanul orvoshoz kell fordulniuk. Továbbá érzékenyen reagálhatnak a gyógyszereket szedő betegek is, tették hozzá. A kormányzati tájékoztató portál múlt heti összesített adatai szerint 21.840 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.987.321 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. A múlt héten elhunyt 96 beteg, így az elhunytak száma 46.886 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1.898.374 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 42.061 főre nőtt. Jelenleg 1.593 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 19-en vannak lélegeztetőgépen, hatósági házi karanténban pedig 2.115-en vannak. A Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzat és az országos roma önkormányzat is csatlakozott ahhoz az akcióhoz, melynek keretében a rendőri hivatást népszerűsítik a roma fiatalok körében. Erre egy 10 hónapos oktatás, illetve a határvadász képzés kínál lehetőséget. A 300.000 forint mellé még megkapja az 570 forint határvadász
A roma pályakezdők elhelyezkedését segítő programon dolgozik a Tolna megyei rendőrfőkapitányság, a Tolna megyei cigány nemzetiségi önkormányzattal együttműködve. Ennek keretében tartottak tájékoztatót Szekszárdon, ahol a 10 hónapos rendőrjárőr és a határvadász képzés volt a téma. Pongó Ignác képviselő elmondta, hogy minden lehetőséget meg fognak ragadni annak érdekében, hogy minél több fiatalt be tudjanak vonni. Vonzó lehet a pálya. Azt mondom, hogy azért egy olyan szervezethez tartozni, ami Magyarország védelmét látja el, már az is vonzóvá teheti, de az anyagi háttere ennek a dolognak is vonzóvá teheti. A programhoz az Országos Roma Önkormányzat is csatlakozott, egy 40 fős csoportot is létrehoztak, melynek tagjai országszerte a pályatanácsadás és az adománygyűjtés mellett már a határvadászatot is népszerűsítik. Kitörési lehetőség az ő számukra, ugyanis ez a rendőrség, rendőrnek lenni, ez egy nagyon szép hivatás, ez egy biztos munkahely, itt jöhet bármiféle vírus, egy gazdasági világválság, rendőrökre igenis mindig szükség van, úgyhogy én csak jókat tudok mondani, a rendőrség nagyon sok pénzt beleáldoz a fiatalokba. Ahhoz, hogy valaki részt vegyen a határvadász képzésen, rendelkeznie kell általános iskolai bizonyítvánnyal, magyar állampolgársággal és büntetlen előélettel. Továbbá egy fizikai, pszichikai, illetve egy egészségügyi alkalmassági vizsgán kell megfelelnie. Majd egy 160 órás képzés veszi kezdetét, ez idő alatt pedig már bruttó 300 ezer forintos fizetést kapnak a résztvevők. Egyetlen nap alatt két halálos kimenetelű, illetve súlyos sérüléses baleset történt Tolna megye útjain. Az egyik eset Dombóvár térségében volt, ahol a jármű utasa egy 78 éves asszony életét vesztette. A másik alkalommal pedig a kisbusz sofőrje, egy 65 éves szedresi férfi halt meg, amikor előzés közben frontálisan ütközött. Az elmúlt napokban számos baleset volt Tolna megye útjain, azonban egy nap leforgása alatt kettő halálos kimenetelű volt, mondja a Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvivője. Az első eset a 61-es út 3-as kilométer szelvényénél történt, ahogy a rendőrség képén is látható, az autó jelentősen megroncsolódott. Nagy dolog irányából közlekedett egy 72 éves budapesti férfi személyautóval, amikor ismeretlen okból először letért az út jobb oldalára, majd balra kormányzott, és ekkor több táblának nekiütközött, felborult, és a körforgalmi úton fejtetőn állt meg. A balesetben a jobb első ülésen utazó hölgy olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A sofőr és a hátsó ülésen utazók pedig súlyosan megsérültek. Szintén tragédiával végződött, amikor a 63-as úton János Major főutcáján kis busszal közlekedett egy 65 éves szedresi férfi. Amikor is egy kocsisor előzésébe kezdett, majd a kormányt balra húzva frontálisan ütközött a vele szemből érkező szerb rendszámú és egy szerb fiatalember által vezetett kisáru szállítóval. A balesetben a Ford vezetője olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette, a másik jármű vezetője az elsődleges orvosi információk szerint szintén súlyosan sérült. Továbbá ezen a napon két autó karambolózott a 6-os számú főúton, nem messze a siófoki elágazótól. Az ütközést követően mindkét jármű az árokba borult, a sofőrök súlyosan, az utasok pedig könnyebben sérültek. A szőlészek és borászok a jövőben is számíthatnak a kormányra. Az elmúlt évek támogatásai után most újabb lépést tesznek a magyar borászok és magyar borok jövőjéért. Új lendületet szeretnének adni a nemzeti bormarketingnek, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója, miután egyeztetett Rókusfalvi Pál kormánybiztossal a szőlészek, borászok a hazai borpiac helyzetéről. A kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos és a nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos MTI-hez csütörtökön eljuttatott közös közleményében Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy az elmúlt évtizedben számos intézkedéssel segítették a szőlészek és borászok munkáját, mellyel a magyar bor versenyképessége egyaránt javult idehaza és világszerte. Ismertette, hogy mintegy 75 milliárd forint támogatást biztosítottak a hazai szőlőültetvények modernizálására, valamint mintegy 30 milliárd forint értékben támogatták a borászok technológiai beruházásait.
Valószínűsíthető, hogy kevesebb helyen vetnek repcét 2022-ben, mint tavaly. A mostani aszályos időjárás ugyanis már veszélyezteti az idei vetést is, hisz augusztus 20-án megkezdődne a repce vetése, de nem megfelelő a talaj nedvessége. 3 évvel ezelőtt még 20 000 hektár volt a repce vetés területe, idén ez 5 000-re csökkent, és várhatóan tovább apad. Az idei július országos átlagban az 5. legmelegebb és 11. legszárazabb volt Magyarországon 1901 óta, az előzetes adatok alapján közölte a napokban az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Nemzeti Tehetségközpont programjának köszönhetően a bonyhádi Havasi Kristóf szeptembertől Brüsszelben folytathatja a zenei tanulmányait. A fiatal tehetség szaxofonon játszik már egészen kisgyermekkora óta. A Stipendium Peregrium ösztöndíj elnyerésével 3 éven keresztül a külföldi egyetemen sajátíthatja majd el a szakma alapjait. A 18 éves bonyhádi Havasi Kristófnak egészen kicsikora óta élete része a muzsika. Nagyapja a bonyhádi zeneiskola tanára volt, édesapja pedig szaxofonozott, így szinte magától érthetődő volt, hogy ebben az irányba folytatja majd a tanulmányait. Miután egy budapesti konzervatóriumban leérettségizett, egy ismerőse hívta fel a figyelmet a Nemzeti Tehetségközpont Stipendium Peregrium ösztöndíjára, aminek köszönhetően felvételt nyert egy brüsszeli elitiskolába. Az idei tanévet 23 tehetséges diák kezdheti meg a külföldi egyetemen, köztük Kristóf is. Nagyon sok élményt, sok barátot szeretnék szerezni. Már voltam kint egy hónapja, amikor meghallgattam a diplomákat és megismerkedtem a tanszakkal, és nagyon szeretem, nagyon jó fejek. Megismerkedtem a tanárokkal is, az egyiknél már voltam órán, viszont a másikat azt csak így interneten keresztül ismertem meg, és beszélgettem vele is, és nagyon megnyugtató volt, és emellett még azt várom, hogy nagyon sokat tudjak szakmailag fejlődni. Kristóf számára sosem volt kérdés, mindig is tudta, hogy zenével szeretne foglalkozni. Határozott céljai és tervei vannak a jövőt illetően is. Nagyon szeretnék szólókoncerteket játszani, valamint kamarakoncerteket is majd felnőttként, viszont mindig is nagyon vonzott a tanítás. Tehát valahogy úgy képzelem el, hogy egy középiskolában vagy akár egyetemen tanítanám a szaxofon, és emellett járnék akár versenyekre, és emellett koncertezni. Kristóf azt is elmondta még, hogy bár nem követelmény a francia nyelvtudás az egyetemen, ő mégis már egy éve intenzíven tanulja, hiszen előfordulhat, hogy lesznek majd órák, amiket ezen a nyelven fog hallgatni. Összesen 4 millió kilogramm élelmiszert mentett meg és osztott szét rászorulók között 2022 első felében a Magyar Élelmiszerbank Egyesület, közölte a szervezet csütörtökön. Eddig 211 ezer rászorulóhoz juttatott el az élelmiszerbank, többségében lejárat közeli vagy csomagolási hibás termékeket, amiket a szervezet áruházakból és élelmiszergyártóktól gyűjtött össze. Év eleje óta 170 áruházzal gyarapodott a rendszer, ez több mint 40%-os bővülés. Jelenleg az ország 576 pontján gyűjtik össze minden nap a megmaradt zöldség, gyümölcsöt, pékárut és egyéb forgalomba már nem hozható, de fogyasztásra még tökéletesen alkalmas tejterméket. A jótékonysági szervezet az elmúlt 17 évben csaknem 100 millió kilogramm feleslegessé vált élelmiszert mentett meg, hogy azok ne a kukában végezzék, hanem nehéz sorsú emberek asztalára kerüljenek. 25. alkalommal rendezte meg a Tolna megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport és Hagyományőrző Egyesület és az Országos Katasztrófavédelmi Sportegyesület a Tűzkakas Országos Strandfoci Bajnokságot a Paksi Ürgemezei Strandon. 2 napon keresztül csaptak össze a focisták, végül a Komlói Gárda vihette haza a trófeát. Király István tűzoltó alezredes, a Paksi Katasztrófavédelmi Kirendeltség iparbiztonsági felügyelője, a Paksi Tűzoltó Parancsnokság csapatkapitánya azt mondja, az a céljuk, hogy a döntőbe jussanak. Az elmúlt 25 év alatt egyszer sikerült megnyerniük a strandfoci bajnokságot.
Ez a meccs nagyon nehéz, évek óta, sőt évtized óta, Komló, HTP most az ellenfelünk a negyed döntőbe. Nekik is komoly múltjuk van, nekünk is komoly múltunk van. Nagyon feszültek vagyunk, nagyon idegesek vagyunk, de nagyon lelkesek vagyunk, és nagyon szeretjük ezt a tornát. A komlói csapat győzelmével zárult az igen szoros meccs. A büntetők rugása jobban ment a Baranya megyei focistáknak. Bán Attila, az esemény egyik főszervezője azt mondja, örülnek, hogy idén meg tudták rendezni a bajnokságot. Nagy szerencsénk volt az idejében, mert meg tudtuk rendezni a rendezvényt. Ugye az elmúlt három év az arról szólt sajnos, hogy semmilyen fajta rendezvényt nem tudtunk a Tűzkakasán foci bajnokság keretei között szervezni. Így most eljött az idő, hogy a 25-et megszervezhetjük, és jelen pillanatban az elmúlt két napon 18 csapat küzdött, meg küzd még azért, hogy itt megnyerjék a bajnokságot, valaki megnyerje a bajnokságot. A gólkirály Tóth István a Jászberényi Öregfiúk játékosa lett 25 góllal. A legjobb paksi játékosnak járó elismerés Szendi Flóriáné lett. A legjobb mezőnjátékosnak járó díjat Bocz Gábor, a komlói hivatásos tűzoltó parancsnokság csapatának játékosa vehette át. Regionális híreink következnek. Be kell adni a nagycsaládosoknak a rezsitámogatási kérelmet, a kormányablakok várják a jogosultakat. Károsultaknak segítettek, szénmonoxid érzékelőket osztott a katasztrófa védelem. Szeméttűz Pécset, csak a szerencsén múlott, hogy senki sem sérült meg. Be kell adniuk a kérelmet a nagycsaládosoknak, hogy nagyobb mennyiségű gázt kaphassanak kedvezményes áron. A kormányablakokban szerezhető be ehhez az igénylőlap, de eddig kevesen tették ezt meg. A rezsiárszámítás változása miatt azonban sokan most szeretnének élni ezzel a lehetőséggel. Igényelni kell a nagycsaládosoknak a földgáztámogatást, tudtuk meg a Baranya megyei kormányhivatalban. Bár sokan jogosultak rá, jelenleg kevesen kérték eddig, mondja a főigazgató. Országosan 300 ezer család jogosult erre, és mivel az elmúlt időszakban nagyon kedvezőek voltak a rezsiárak, ezért csak 26 ezer család vette eddig igénybe. Viszont azt is fontos elmondani, hogy aki már részesül ebben a kedvezményben, annak nem kell újból benyújtani. Ez azért is fontos, mert a jogosultság folyamatos. Addig jogosultak a családok, amíg legalább három olyan gyermeket nevelnek a családban, akik után családi pótlékot kapnak. Feltétel még, hogy élő szerződésük van egy földgázszolgáltatóval. Ha ezek a feltételek adottak, akkor egy igénylőlap kitöltésével és a szolgáltatási szerződés bemutatásával kérhetik a támogatást. Ez nagyobb mennyiségű, kedvezményes áru fogyasztást jelent. Három gyermek esetében 600 köbméterrel, és minden azt követő gyermek után még 300 köbméterrel. Ez azt jelenti, hogy a megnövekedett köbmétert, vagy ezeket a plusz köbmétereket hozzá adhatják az átlagos fogyasztáshoz, és egészen addig a legalacsonyabb áron fogják kapni a szolgáltatást. A kérelmek a kormányablakokban vagy a családtámogatási ügyfélszolgálaton adhatók le. Ha valaki később adja be, akkor az elmúlt két hónapra visszamenőleg is érvényes a támogatás. Ha időközben már nem jár a kedvezmény, például a gyerekek kora miatt, akkor azt is be kell jelentenie a családoknak 15 napon belül. Csak ebben az évben 200 lakás tűzhöz riasztották a Somogy megyei tűzoltókat. A lánglovagok most korábbi károsultaknak osztottak ki füstérzékelő készülékeket. A nagy tűzek sokszor apró figyelmetlenséggel kezdődnek. Ezzel a mottóval figyelmeztetnek a lakástűzek veszélyeire a somogyi tűzoltók. Ilyen esethez csak ebben az évben majdnem 200-szor riasztották a megyei egységeket. A szakértők szerint a legtöbb lakástüzet a dohányzás, a gáztűz helyen felejtett olaj, illetve a túlterhelt elektromos készülékek okozzák. Ugye a dohányzás az egy nagyon olyan állomása itt a keletkező tüzeknek, amit sokan sajnos ágyban végeznek és elalszanak, és ettől tűz keletkezik, és ezt is talán előbb tudja jelezni ez a készülék számunkra, hogy el tudjuk hagyni a lakást, illetve az elektromos rendszerünknek a felülvizsgálata nagyon fontos, illetve nagyon sok elektromos gépet, felszerelést használunk, amivel túlterheljük a rendszerünket, és ezáltal tűz keletkezik lakásunkba. A lakástüzek esetében a legtöbb ember a sűrű füst miatt kerül kórházba.
A lakástüzeknél is nagyon sok füst keletkezik, ha belegondolnak, hogy milyenek a mai lakások berendezései, rengeteg a műanyag bevonatú fa, ami tűz esetén nagyon sok füstöt fejleszt. Egy füstjelző készülék adott esetben életmentő lehet, vagy mérsékelheti a károkat. A somogyi tűzoltók ma 5 darab ilyen hang- és fényjelzésre is képes füstjelzőt adtak át korábbi tűzesetek károsultjainak. Én azt kívánom, hogy szolgálja a családjuk biztonságát. Ez a kaposvári hölgy stábunknak is elmesélte, náluk mi történt. Az egész család otthon volt, párommal és a 3 gyermekkel. Mi lett a megoldás végül? Hát ki kellett hívni a tűzoltót, mert annyira meleg volt már a konyhában, hogy nem tudtuk eloltani magunk. A lánglovagok azt is elmondták, a fűtési szezon közelettével a tüzelőberendezések és a kémények ellenőrzése, karbantartása is elengedhetetlen. Szeméttűzhöz riasztották a tűzoltókat Pécsett, a több száz négyzetméteren égő hulladékot gyorsan eloltották. Csak a szerencsének köszönhető, hogy senki sem sérült meg. Stábunk éppen akkor érkezett a pécsi tűzoltó laktanyához, amikor vízszállító autót és segítségképpen még egy legénységgel ellátott tűzoltó autót küldtek egy bokros területre. Illegálisan lerakott szemét gyulladt meg, ezt oltották el a lánglovagok. A Baranya megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivő helyettesét eredetileg a tűzgyújtási tilalomról és a kiránduló helyeken történő tűzgyújtás veszélyeiről szerettük volna kérdezni, de aktualitást adott a szeméttűz. Sárkány Sándor elmondta, hogy aki most kirándul, a kijelölt tűzrakóhelyen sem rakhat tüzet, tilos a tűzgyújtás a vasutak és a közutak melletti erdőkben, fásításokban. Több tényező határozza meg, hogy ezt elrendeljék ezt a fokozott tűzgyújtási, vagy a tűzgyújtási tilalmat. Nyilván a meteorológiai körülmények, az erdőben található élő és holt biomasszának a szárassága, valamint a tűzesetek gyakorisága is. Ezeknek a száma ilyenkor jelentősen meg szokott növekedni. Éppen most a kollégáim is egy hasonló szabadtéri tűzesethez vonultak ki. A 6-os főút Budapest felüli bevezető szakasza mellett több száz négyzetméteren található illegálisan lerakott szemét. Ennek egy része gyulladt meg most. Az aratási időszak közepén a szóvivő felhívta a gazdálkodók figyelmét is, hogy a bálák tárolásánál, szállításánál figyeljenek arra, hogy azok közvetlen környezetében ne legyen gyúlékony anyag. Éppen az elmúlt nap történt egy olyan eset, ahol munkagép gyulladt meg, és a munkagép mellett található több tízszáz bála is lángra kapott. A szóvivő hozzátette, hogy megnövekedett az ilyen tüzek száma, mivel ezekben az esetekben a lángoló tárgyakat csak körülhatárolják és megakadályozzák a továbbterjedését, oltani nem tudnak, ezért is kérik az óvatosságot. Minden a kukoricás ételekről szólt a Somogy megyei Gadányban. Ezúttal 10 csapat készített különleges és ízletes fogásokat. Kukoricás gánica, palacsinták, levesek. Nagy volt a sürgés forgása hétvégén Gadányban. Már a reggeli órákban fakan alatt ragadtak a résztvevők, hogy ebédre elkészüljenek az ízletes ételekkel. Idén ugyanis 15. alkalommal szervezték meg a kukoricás ételek fesztiválját, hogy felelevenítsék a régi hagyományokat. A faluba, ahol szegény emberek laktak és mezőgazdasággal foglalkoztak, a legfőbb étel a kukorica volt, ami aztán a modernizációval már, hogy mondjam, kiment a divatból, és szeretnénk ezt visszahozni egy picit, a régi ízeket, és a másik része pedig az, hogy ezzel kapcsolatokat teremteni, egy kicsit kinyitni a falut. Több mint 10 csapat jelentkezett a főzőversenyre, amelyek többsége évek óta részt vesz ezen a programon. Nagyon sokszor rávittük az első díjat, külön díjat, és ma reggel pedig egy ilyen csirkeragú, spagettis, kukoricás, tejszínes, és hozzá mascarpone és öntettel csináltuk ezt, amivel majd a spagetti tészta le lesz öntve, de az is natur kukorica spagetti direkt. Az elkészült ételeket szakmai zsűri értékelte. Az ítészek az ízek mellett az összképet, azaz a tálalást is figyelembe vették. Akkor, amikor én jövök és látok új dolgokat, azokat még finomítjuk, azokat még segítem őket. Tehát van egy instrukció arra is, hogy mit hogyan csináljanak. De örülök neki, hogy ennyi csapat itt van. A csapatok közösen választották ki a recepteket, majd több hónapos felkészülés következett, hogy minél különlegesebb legyen az elkészült finomság.
A látássérültekkel készültünk a mai napra. Harmadik éve veszünk részt a Kukoricás Ételek Fesztiválján. A mai nap tejszínes kukoricaleves készül, aztán kukoricás lecsósert és ragú polentával, kukoricás palacsintacsiga sertésragúval és zselés kukoricamálé. Idén két kategóriában díjazták a legjobbakat. Az egyik a kukoricás desszertek és sütemények kategóriája volt, ahol az osztopáni csacsogók csoportja vitte a prímet. A másik kategóriában pedig a kukoricás puliszka lett az első, amit a Vakok és Gyengéllátók Somogy megyei egyesületének marcali csoportja készített el. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. 50%-kal emelkedett a tűzifa ára, a kormány szerint is az alternatív fűtés lesz a megoldás. Határvadász toborzás, az országos roma önkormányzat is csatlakozik az akcióhoz. Balesetek Tolna megye útjain, két ütközés is halállal végződött. Tűzkakas strandfoci bajnokság, 25. alkalommal csaptak össze Tolna megye tűzoltói. Pénteken is szikrázóan napos idő várható hőséggel. Csapadék, említést érdemlő légmozgás nem valószínű. Este, éjjel marad az eseménytelen, csillagfényes, nyugodt időjárás. Füllett az elmúlt napokhoz képest kevéssé friss lesz a hajnal. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!